Az idegenforgalmi szezon kellős közepén vagyunk, ez látszik ebben a nyíregyházi utazási irodában is, ahol csúcson van a foglalások száma. Sokan utaznak augusztusban, de vannak, akik már utószezonra keresnek ajánlatot. Nekik sem mindegy, hol foglalnak. Mostanában elég gyakran bejönnek ugye az irodába, hogy megkérdezik, hogy biztos-e ez az iroda, akár ránk is vonatkozólag, vagy azt is megkérdezik, hogyha kiutaznak, akkor visszahozzuk-e. Sőt, már találkoztunk ilyen utassal is, aki már annyira felvilágosult, hogy megkérdezte, hogy csomagot fogunk neki eladni. Ugyanis egy utazási irodánál nem biztos, hogy az iroda saját útját adja el, több száz túroperátor útját értékesítik az irodák. Az ügyfél mindig azzal köt szerződést, aki eladja a nyaralást. Mondok egy példát név nélkül, hogyha egy A utazási irodának veszi meg az útját egy bármilyen irodában, akkor annak az A utazási irodának az utazási szerződését kell neki aláírni, nem pedig annak az irodáit, ahova bemegy. Tehát ezért nagyon fontos ez, hogy mindig aki szervezi, a szervező, hiszen a szervező vállal kockázatot, a szervezőnek megvan a vagyoni biztosítéka, hogy azzal, aki szervezi az utat, azzal kösse meg az utas a szerződést, nem pedig azzal, aki értékesíti neki ezt az utat. Ezt hangsúlyozza a Magyar Utazási Irodák Szövetsége is. A szakmai szervezet szigorítaná a legális utazási irodák működésének ellenőrzési rendszerét. Mint ismeretes, nemrég volt olyan utazásközvetítő cég, amely az utazási csomag részeit jogellenesen elemekre bontva értékesítette. Az utasok Törökországban rekedtek, és teljes mértékben kártalanításuk nem történt meg. A szervezet azt hangsúlyozza, utazás előtt ellenőrizni kell, kinél foglalunk. Azt szoktam javasolni, hogy egyrésztről a Budapest Főváros Kormányhivatalának a weboldalán megtalálhatóak a nyilvántartásba vett jogszerűen működő vállalkozások. Ugyancsak szoktam javasolni, hogy az utazók menjenek fel a MUISZ-nak a weboldalára, muisz.com, ugye a Magyar Utazás Szövetségének a weboldalára, ott ugyancsak tudnak tájékozódni a MUISZ tag utazásirodákról. Az utazásszervezők felhívják arra is a figyelmet, hogy még mindig kevesen kötnek utasbiztosítást, pedig ezen nem érdemes spórolni.